A 18 és 20 év közötti európai fiatalok újra pályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre. A 18 és 20 év közötti európai fiatalok újra pályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre az Európai Unió Discover EU nevű programja keretében. Idén 60 ezer vasúti utazás igazolványt oszt ki. Lehet pályázni az ingyenes uniós vasúti bérletekre. A pályázatra a 2001. július 1-e és 2003. december 31-e között született európai fiatalok jelentkezhetnek. Idén a 19 és 20 évesek is pályázhatnak, miután a tavalyi fordulókat a korona vírus okozta világjárvány miatt elhalasztották. Az ingyenes vasúti utazási igazolványra jelentkezni október 12-én déltől, október 26-án délig lehet. A sikeres pályázók 2022 márciusa és 2023 februárja között használhatják fel utazási igazolványaikat egy legfeljebb 30 napos időszak alatt. A bizottsági tájékoztatás szerint, mivel továbbra is bizonytalan a világjárvány alakulása, egy új mobil utazási igazolvány révén az EU minden utazónak rugalmas foglalási lehetőséget biztosít. Az indulási dátum egészen az indulás időpontjáig bármikor módosítható. A mobil utazási igazolványok egy évig érvényesek. Az uniós bizottság azt tanácsolt az utazóknak, hogy tájékozódjanak az utazási korlátozásokról. Az utazási igazolványok 2022-ben használhatók fel. A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, fős a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a részvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek. Buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeten élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban. Minden egyes tagállam fiataljai számára meghatározott számú utazási igazolványá rendelkezésre az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított aránya alapján.